mától mindenki nyugodtan alhat. Hiába van háború, a haza legalább biztonságban van. Megmenekültünk. Ugyanis a papírízű kakaós csigákkal csencselő Update Lidért Sobert Norbi fia, Norbi Junior, tartalékosként belépett a Magyar Honvédségbe. Kirakott egy posztot Norbika, melyben bejelentette, hogy megvédi a hazánkat. Jaj, de jó nekünk! Köszönjük! De kitől védi meg? Orbántól? Mert mástól nagyon nem kell. Micsoda ütőképes hadseregünk lett. Majd mehetnek harcolni Orbán Gáspárral Csádba. Gazsi befóliázva, Norbi Junior pedig lejárt kőkemény kakaós csigákkal ijesztegeti majd az ellenséget. Te, hát nem lehet, hogy ez a Norbi gyerek azért menekült a honvédséghez, mert már nem bírta elviselni az otthoni kosztot? Jó tette, hogy belépett. Hát egy olyan országban, ahol Novák Kaletalin volt köztrágyasági elnök férjéből, csupán 5 hét alatt csináltak alezredest, ott Norbikára is szép karrier várhat. Gratulálom kisfiam, halom felvettek a honvédségbe, mi lesz el ott, büfés? Majd próbáld meg nekik eladni a szaljaimat. De tudod mit, inkább menjen Norbika katonának, mint hogy előálljon az Update 2.0-val. Te, az olyan jó egy olyan országban élni, amit Orbán Viktor vezet, és Sorbert Norbika véd. Azért kicsit ám elkeseredtem, mikor megláttam Norbika katonás posztja alatt, hogy hashtag reklám. Hát én meg azt hittem, hogy önszántából lépett be. Hát már ekkora baj a hadseregnél, hogy Norbi Juniorral reklámozzák magukat. Bár már hozzászokhattunk, hogy a NER mindig megtalálja a megfelelő és hiteles celebeket, ha reklámról van szó. Hát igen, mindig vannak olyanok, akiket meg lehet venni. Szépen ki vannak osztva a szerepek. Sobert Norbi Junior, a haza védelmezője, a pelenkás halálosztó Update Predator, a hadsereget reklámozza, Tóth Gabi, a tapolcai nerpinátor, Orbán farlakója, szintén hiteles reklámarca az anyaságnak és a kereszténységnek, és még folytathatnánk reggelig. Hát mi lesz a következő? Győzik-e lesz a NAV reklámarca? More, fizess te is adót! Hashtag NAV, hashtag reklám, hashtag nyalja be Orbánnak, és nem mész börtönbe! Amíg a Honvédség toborzó irodáinál nincs tülekedés, addig a Józsefvárosi Szent Kozma egészségügyi központnál a szomszédos utcákig kígyózott a sor, ugyanis a sorban állók ultrahang vizsgálatra szerettek volna időpontot kérni. De hála a fantasztikus egészségügynek, erre egy hónapban csak egyszer, és kizárólag személyesen van lehetőségük a betegeknek. A sorban állók fele ráadásul már be sem jutott, így időpontot sem kaptak. Újra próbálkozhatnak majd egy hónap múlva. Hát akkor nem véletlen, mondta Hoppál Péter, fideszes országgyűlési képviselő, hogy a magyar egészségügy annyira kiváló, hogy külföldről is hazajönnek érte a betegek. Hát akkor így már minden világos. Hát biztos azért voltak ilyen sokan, mert véletlen mindenki egy napon jött haza külföldről a gyógyulás reményében. Fantasztikus egészségügy, kiváló gazdasági helyzet, és még háború sincs. Ez itten kérem szépen Nerdorádó, a Kánaán. Hát mi mást kívánhatna az ember Hoppál Petyinek, Orbánnak, és mindazoknak, akik felelősek a magyar egészségügy ragyogó állapotáért, mint sem azt, hogy ők is akkora kapjanak csak időpontot, ultrahangra és egyéb szűrővizsgálatokra, amikor már megvan a diagnózis. Takap! Sziasztok, gyertek el a Somogyi András önálló estjeje, ahol mindenki kap tőlem egy Update kakaós csigát, így nem csak a nevetéstől lehet majd befosni. Fellép Gyulán, Ózdon, Gyöngyösön, Kaposváron, Békés Csabán, Versegyházon, Esztergomban, fellép még Százhombattán, Bonyhádon, Szegeden, Csolgádon, Győrben, Marcagyban, és szíveszek a Budapesten. Te is ott leszel, Jéka? Ott leszek, apácska. Jaj, de jó, majd felülök a hátadra, és nyeríthetsz. Jegyvásárlás és további helyszínek a tixa.hu/per Somogyi András oldalon. És iratkozzatok fel a YouTube csatornájára is. Sziasztok!